Ez a pali több mint 110 kilót fogyott le egy ilyen diétával. Ő itt Nikocádó Avokádó, akiről már sokan hallottatok, undorítóan extrém és extrém undorító életvitelem miatt. Csak hogy képben legyünk kicsit, ez az a csávó, aki képes egy szobányi gyors kaját megenni, vagy akár fél tonnányi chipset. Állítása szerint rizssel és avokádóval diétázott és fogyott le több mint 110 kilót, de még mielőtt hanyat dobnánk magunkat ettől a teljesítménytől, elemezzük ezt a diétát egy kicsit. Nézzük az avokádó pozitív hatásait. Magas zsír és rostartalmának köszönhetően nem csak finom, de laktató is. Támogatja az emésztést és egészséges szívműködést, szem és bőr egészségét, illetve jófajta zsírokat tartalmaz, ami csökkenti a rossz koleszterint, azaz az LDL szintjét. Nézzük a rizst pár szóban. E és B vitaminban gazdag, kalciumot, cinket, folsavat tartalmaz, remek méregtelenítő, tisztítja a beleket és mindenféle emésztési problémák esetén hatékony megoldást és védelmet nyújt. Mindkét étel egészséges és segíthet a fogyásban. Viszont egy gyors disclaimer, mielőtt a fogyni vágyok követnék Nikocádó Avokádó programját. A fogyáshoz elsődlegesen kalóriadeficit kell, ami azt jelenti, hogy többet kell elégetned, mint amennyit felhasználsz. Gyakorlatilag akár oreós kekszel is tudnál diétázni, viszont itt jön az, hogy nem mindegy, hogy miből fogysz. És ezért is fontos a makrotápanyag. Ha nem viszünk be kellő mennyiségű fehérjét, akkor könnyedén meg lehet, hogy izomzatunkból fogunk fogyni, amit nem akarunk, ugyanis az nem segít a zsírpárnáknak a csökkentésében. Szóval a következő ételeket ajánlom beleépíteni az étrendedbe. Kezdjük a fehérjékkel. Nyilvánvalóan lesz olyan termék, ami tökéletes zsír forrásra is, például az első a tojás, vagy mondjuk a sajtok. Fehérjében dús ételeink, amiket szintén érdemes és ajánlok is beleépíteni az étrendbe: tojás, húsok, halak. Húsoknál főleg a vörös húsok, máj, tehát az is nagyon fontos, sajtok, túró, lehet cottage cheese és natur joghurt. Még a fehér porokat tudom nektek felhozni, mindjárt, hogyha ezeken végigmegyek, egy pár szót szintén ejtek az egyik kedvencemről. CH, szóval a szénhidrátok. Na most a szénhidrátoknál nyilvánvalóan itt a kinoánk, kölesünk, hajdinánk, bulgurunk, teljes kiöllésű tésztánk, teljes kiöllésű kenyerünk, itt nyilván lehet teljes kiöllésű zsemle és kifli is egyben, saláták, zöldségek és gyümölcsök, szintén fontosak. Ha szereted a zöldséget, akkor is ajánlom beleépíteni. Ha szereted, ha nem, találj olyat, ami számodra megfelelő, és amit úgymond elviselsz. Nem mondom azt, hogy muszáj szeretned, de muszáj fogyasztanod. F, mint fats, ugye zsírok, olívaolaj, kókuszolaj, magyaróvaj, magok. Magoknál magyaró, mandula, kesudió, stb. Nyilvánvalóan az avokádó és a rizs is egészséges, ahogy említettem, és azokat is bele lehet építeni, viszont nem szabad csak ezekre alapozni, mert azokban nincs kellő mennyiségű fehérje, és az étrended fehérjében kevés lesz, egyhangú lesz, ami szintén nem egészséges, és amit szintén nem javaslok. Na és visszatérve a fehérjére, ahogy úgy említettem, megújult az Izomézéró formulája. Nagyon finom és krémes állagú, és hogy kinek, mikor, hogyan kell alkalmazni, arról mindjárt egy pár szót ejtek. Nézzük gyorsan a tulajdonságait előtte. Ez egy prémium minőségű fehérje, szabad tartású fűvel táplált teheneknek a tejéből mondták ki. Alacsony hőkezeléssel kezelt és enzimmentes is. Az alapanyag kevés cukor és zsírtartalmú, így ezzel a technológiával a végtermék cukor és zsírmentes. Gluténmentes, GMO-mentes. Ez egy fenntartható forrásból származó, natív formájú fehérje izolátum. Állaga krémes és az íze valami eszméletlen finom. Na most kérdés az, hogy kinek javasolom ezt, vagy kinek javaslott ez, nem csak a sportolóknak, hogyha mondjuk a te fehérje bevitelet kevés, ha nem tudsz elegendő mennyiségű fehérjét bevinni, ami amúgy eléggé valószínű, de húsokból, halakból, tejtermékekből, ez egy tökéletes, gyorsan felszívódó fehérje opció lehet, főleg edzés után szoktam alkalmazni. Egy adag amúgy a leírás alapján is 25 g, viszont hogy őszinte legyek veletek, én egy púpozott adagoló kanállal szoktam beletenni, ami lehet, hogy egy pár grammal több. Hogyan készítem? Általában 2-3 deci vízbe, mandula tejbe vagy kókusz tejbe szoktam beletenni. Nyilván aki gondolja, sima tejjel is készítheti, ez teljes mértékben rá van bízva. Úgyhogy aki gondolja és szeretné ezt a megújult formulát kipróbálni, az itt található kuponkódommal 10% kedvezménye fog ehhez a termékhez jutni. Folytatódjon a videó. Van, én mindenkinek azt javaslom, hogy a diétáját ésszel csinálja, és ne kövessen minden internetről látott vagy hallott leves, tojás vagy akár gyümölcs diétát, hanem inkább forduljon szakemberhez. Amennyiben szeretnéd a segítségemet kérni, az itt található weboldalamon, illetve elérhetőségemen keresztül el tudsz engem érni. Várni fogom a kommenteket, hogy te vagy ti milyen diétával próbálkoztatok, és mennyi sikerrel. Addig is peace!